Te mit csinálsz? Csak TikTokra egy videót. És miért 1-2 ezreden veszed fel? Te nem jártál filmes iskolába? Tudod, ki fogja figyelni ezt TikTokon. Hát például az én szememet konkrétan mindig zavarja. Ha nem tartod be a 180 fokos záridőszabályt, akkor... Figyelj, ha Dűne 3-ot vennénk, megérteném, amit mondasz. Hidd el, te se veszed észre mindig, hogyha valaki játszadozik a záridővel. Hogy én? Ne venném észre. Még csukott szemmel is. Akarsz fogadni? Fogadjunk. Jó. 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 És akkor ki lesz a bíró? Ki fogja eldönteni, hogy ki nyert az AI? Mondjuk ennek a videónak a nézői. Vegyünk fel egy csomó felvételt, lassítva, nem lassítva, sok mozgással, kevés mozgással, és töltessünk ki velük egy Google formot, hogy lássuk, hogy hol látnak különbséget és hol nem. Rendben. Akkor ennek a videónak a leírásába beleteszünk egy linket, ahol a nézők névtelenül tudnak szavazni, ezáltal ők is meg tudják mérettetni magukat. És mi lesz a fogadás tétje? Mondjuk a vesztesnek egy olyan képet kell bemutatnia, amit még a karrierje elején csinál, és igazán szégyel. Deal. De mielőtt jönne a nagy teszt, két fontos dolgot szeretnék bejelenteni. Egyrészt van még egy szabad hely a július 28-i workshopomra, ahol a fény használatáról tartok egy 5 órás elméleti és gyakorlati oktatást. Ha érdekel téged, gyorsan csap le az utolsó helyre, link a videó leírásában. Ezen felül pedig szeretnélek téged is meginvitálni egy nyílt napra a stúdiumba, amit július 26-án tartunk délután 2 és 5 óra között, ahol is a Tripont jóvoltából szabadon ki tudunk próbálni egy Nikon Z6-3-at. Én biztosan itt leszek a helyszínen, illetve vendégünk lesz Szőr Olivér, az FS-tek csatorna készítője, és Császár Szabolcs, a Császár Szabolcs nevű YouTube csatorna kreatora, de bízom benne, hogy megfordul majd még egy-két fotós videós kolléga ezen a nyílt eseményen. Regisztráció nincs, belépődéj nincs, ha csak fél órád is lesz július 26-án pénteken, nézd be és fogd kézbe a Nikon Z6-3-at. Na de vissza a videó témájához. Összesen 12 tesztet fogsz látni, amikben próbáltam a létező összes helyzetben letesztelni, hogyan mutat a kamerán a motion blur különböző beállításokkal. Neked nem az lesz a feladat, hogy kitaláld, melyik milyen záridővel készült, én arra leszek kíváncsi, melyik tűnik neked természetesnek. Szóval arra szeretnének kérni, hogy tesztelés során inkább hagyatkozz a megérzéseidre. Ne nézd újra 3-szor ugyanazt a részletet, mert nem az a cél, hogy lássuk, ki lehet-e következtetni a helyes megoldást mikroszkóp alatt, hanem azt szeretném tudni, hogy lazán nézve a videót feltűnne neked, hogy valami nem okés. Szóval lesznek beugratós részek, lesznek nagyon egyértelműek, meglátjuk majd mi jön ki nagy átlagban. A teszt kitöltéséhez nyisd meg kérlek egy másik eszközön a videó leírásában lévő Google formot, és haladj egyesével, két teszt között állítsd meg a videót, válasz ki egy opciót, és utána menj tovább, illetve ne menj visszafelé. Első megérzésre hagyatkozz. De remélem, hogy nagyon sok válasz érkezik, hogy utána készítessek egy összegző, elemző videót róla. Sok sikert, jöjjön az első teszt!
Mára ennyi. Köszönöm, hogy részt vettél ebben a kísérletben.